Sziasztok, én Csenge vagyok, és a mai egy Shein haul videó lesz, nem akármilyen. Instagram storyban választhattátok ki, hogy mit rendeljek az oldalról, szóval nagyon-nagyon izgalmas. Tehát Instagram storyban volt adott két opció mindig, ami közül ti választhattatok, és amelyikre a legtöbb szavazat érkezett, azt rendeltem meg. Ez nagyjából 2,5 hete volt, 2 hét alatt ért ide a csomag, viszont csak most van időm ezt így megcsinálni. Sok mindenre már nem emlékszem, hogy melyik opciót választottátok. Nyilván olyanokat próbáltam összeválogatni az oldalról, ahol mindkettő tetszik valamennyire. Itt van egyébként mellettem már minden, még semmit se bontottam ki, csak így külső szemmel megvizsgáltam, hogy melyik lehet. Illetve némelyiken eléggé látszik. Nézem is a telefonomon, hogy melyik volt az első, bár lehet, hogy nem sorrendbe fogok menni, nem tudom, hogy mentettem le a képeket. Ah, igen, az elsőnél 2 extra vagáns nadrág közül lehetett választani, és nagyon-nagyon sokáig azt hittem, hogy a felső zöld fog nyerni, de aztán a végén ez egy meglepetés volt számomra, ugyanis a zebra mintás nyert. Igazából mindkettőnek örültem volna, de nyilván a zebra mintásat rendeltem meg. Lássuk is! Ezt elég könnyű volt kiszúrni itt a kupacba. Elsőre ez az anyag, ez nagyon-nagyon tetszik. Azt a... Már nem emlékszem, talán ez egy XS-es, igen, volt XS-es opció, mindenből XS-eset, vagy a legkisebbet SS-et rendeltem. Oké. Kicsit olyan rövidnek tűnik. Elsőbe, ez áttetsző. Ez lehet, hogy átlátszó lesz. Na jó, most gyors felpróbálom, és megnézzük, hogy áll. Felálltam ide a székre, mert nem tudom, hogy mutassam meg teljes egészében. Így néz ki a szára. Féltem, hogy nem lesz elég hosszú, de végül ez így még jó. Ezt többféleképpen lehet megkötni. Én így kötöttem meg. Nem tudom, mennyire látszik. Jó. Jöjjön is a következő, ami szintén egy nadrág volt. Ez egy ilyen szivatós volt, mert őszintén szólva az első nadrág az nagyon nem tetszik, de igazából csak a fazonja miatt, viszont nagyon sokatoknak tetszett, és az elején azt hittem, hogy az fog győzni, de végig eléggé elment az irány az alsó nadrágra. Nézzük is! Ez a legnagyobb csomagba érkezett, úgyhogy ez gondolom nagy is lesz, sőt, kicsit félek is, hogy nagy lesz. Hűha! Na, erre az anyagra nem számítottam, nagyon érdekes ez az anyag, de nem olyan rossz értelem, nem tudom eldönteni. Ez eléggé nagynak tűnik, sőt, jó, ez azt hiszem SS, igen, ez SS azért tűnik nagynak. Akkor hát kíváncsi leszek. Egyébként maga a mintája az nagyon tetszik, meg a fazonja is egyébként olyan, mint a képen, ilyen nagyon budgyos. Mert így néz ki. Végül is jó lett a méret, ez a határeset, vagy nem is, jó, kifejezetten jó. Lehetne egy iciri-picirit, de nem, akkor meg már lehet, hogy szoros lenne, most így egyáltalán nem szorít. Felállok ismételten erre a székre, hogy lássátok, így néz ki az alja. Ami nekem fura benne, susogós az anyaga, tehát ahogy megyek így, susog, tudjátok, mint az esőkabát, szóval ez benne egy kicsit fura, de megszokom, mert egyébként nagyon-nagyon tetszik. Hát most nyáron szerintem már nem lesz rajtam, de majd ősszel, télen imádni fogom. Több táskát kinéztem magamnak az oldalon, és ennél kifejezetten nem tudtam dönteni, hogy melyik opció legyen. Ez is olyan volt, hogy elhúzott a felső táska, viszont végül megnéztem, és az alsóra érkezett több szavazat. Itt is van. Talán emiatt vagyok a legizgatottabb, mert nagyon szerettem volna egy olyan táskát, ami jó piknikezéshez, meg strandoláshoz is. Nagyon tetszik az anyaga, és ez egyáltalán nem büdös. Oké.
ez borzasztóan tetszik. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Szerintem majd megmutatom közelebbről is, vagy valami másik bevágásba, hogy jobban lássátok. A színe nem fehér, hanem ez a bézs, nem tudom. Narancssárga virágok vannak rajta, a narancssárga az egyik színem, amit nagyon-nagyon régóta szeretek, és van is narancssárga fürdőruhám, úgyhogy ez egy strandolós, piknikezős, úgy értem, hogy piknikezős, hogy bele tudok mindent dobálni, és akkor így. De akár még bevásárló tatyinak is elmegy, mert össze lehet ugye hajtani így, bele lehet dobni a táskába, és hogyha veszel valamit, akkor ebbe bele lehet rakni zöldségeket, ilyen piachozós. Ah, jó, ez nagyon-nagyon tetszik. Egyébként gondolkozom még rajta, hogy a másikat is megrendelem, de egy utólag ennek nagyon örülök. Oké, most már tudom, melyik következik. Ennél nagyon izgatott voltam, minden percbe figyeltem, hogy hogy áll az eredmény, ugyanis én a felsőt szerettem, a felső fehéres, mi ez, márványmintásat szerettem volna megrendelni, de beleraktam ezt a zöldet is, hogy igazából tetszett a fazonja, és végül a zöld lett, az van most itt előttem. Tudom, hogy amúgy ez a zöld szín egyébként jól áll. Hú, júj, mi ez az anyag? Ez olyan, mint egy fürdőruha, de ez nem fürdőruha volt, ezt direkt néztem, de tökre olyan fürdőruha anyaga van, akár még annak is lehet, ja nem, mert amúgy ilyen. Jó, akkor még saját fürdőruhának használni majd. Nagyon tetszik, viszont nagyon fürdőruhára hasonlít, ahogy most így felhúztam ezzel a nadrággal is. Tehát az anyaga miatt, meg ezzel a felvágással is, ugye régen voltak ilyen fürdőruhák, amik így egész magasan feljöttek. A következőnél azt írtam a sztoriba, hogy csak hogy magamat szivassam. Itt beletettem egy olyan táskát, már egy csomót nézegettem, hogy mit párosítsak össze azzal, amit kinéztem, de nem találtam normálisakat, és akkor poénból beleraktam az alsót, ami egy ilyen köves, pici, fehér táska, aminek én egyáltalán nem látok értelmét, mert alig fér bele valami, meg valahogy ez a nagyon köves dolog, ez nem az én világom, viszont sokaknak meg a felső nem tetszett, az átlátszó táska, ami meg más szempontból teljesen értelmetlen, viszont én nagyon régóta szerettem volna egy ilyen átlátszó táskát. Szerencsére végül a felsőt szavaztátok meg, itt is azt hittem, hogy nem az fog győzni, úgyhogy szurkoltam, de végül az lett, úgyhogy ennél nagyon izgatott vagyok, mert ez bár jól nézett ki a képen, nem tudom, hogy élőben hogy nézhet ki. Ez egy ilyen átlátszó szatyorban érkezett, egy kis bélelték. Kiszedem belőle ezt a cuccot, és már most látom, hogy minden szösz meg por ráragad erre az anyagra, úgy olyan, amire számítottam. Mit gondoltak róla? Nekem valamiért nagyon tetszik, mert egy picit azt hittem, hogy nagyobb lesz, nem néztem meg egyébként a méreteket. Oké, fürdőruha. Nos, az első dolog, amit ki nem hagyhattam volna a rendelésemből, az a fürdőruha volt, és nagyon sok fürdőruhát végignéztem, de végül talán kettő közül választhattatok, mármint négy volt, csak kettőt rendeltem meg. Az egyik, az teljesen ugyanaz a fürdőruha volt, csak más színben, egy ilyen nagyon rigító lila színben, és egy barna színben, és itt tudtam, hogy a barna az nagyon jól állna magamon, viszont nagyon megijedtem, mert elhúzott nagyon a lila, de aztán a végén a barna győzött, itt is van. Igen, ez az alsó része. Nagyon tetszik egyébként a színe, brutálisan jó. És ilyen a felső része. Itt egyébként kicsit kérdéses lesz, hogy ez elég nagy-e, olyan kicsinek tűnik. A videón kívül felpróbálom, visszatérek és elmondom, hogy milyen. Fürdőruha 10-ből 10, tökéletes, imádom, és volt belőle még egy csomó más színbe is, úgyhogy lehet, hogy még rendelek belőle más színbe is, bár nem akarok felhalmozni egy csomó dolgot, mert tényleg ezeket a fürdőruhákat szerintem több éven keresztül, ha nem 10 éven keresztül, de mondjuk 5 éven keresztül biztosan lehet hordani. A következő pedig legyen egy kiegészítő, egy ilyen hajas kiegészítőt rendeltem. Itt szinte biztos voltam benne, hogy
az alsót fogjátok megszavazni, valahogy nekem a púderes dolgok nem annyira állnak jól, lehet ugye azért, mert sötét a hajam, és inkább az ilyen barna, bronzos, barna dolgok állnak jól a hajamba, és ezt ti is nagyon jól tudtátok, rózsaszín. Szóval van itt nekünk egy nagyon-nagyon szép barna szín, van ilyen kis fénye, fényes, fogalmam sincs ez milyen szín. És van egy rózsaszín, amit én a képen nem rózsaszínnek láttam, de mindegy, ez is jó lesz valamire. Lehet, hogy nem nekem. Következő az egy ékszer volt. Szinte biztos voltam, hogy az alsót fogjátok mondani, de nem. És ennek nagyon-nagyon örültem. A felső, ami kicsit ugye vékonyabb, ilyen minimalistább. Na, és itt is lenne. Oké. Okay. Hát egy kicsit lazára kötöttem meg, de nekem nagyon tetszik, és aranyszínbe rendeltem meg természetesen. Az arany ékszerek nagyon jól állnak. Jobban, mint az ezüstök. Következő egy nagyon extra zöld, vagyis két zöld táska közül lehetett választani, és brutál sokáig vezetett az egyik, aztán mikor megnéztem, akkor megcserélődött. Látom már a zacsiba, hogy ez egy kis csalódás. Nagyon jó értékelése volt egyébként ennek a táskának. Amúgy nem rossz így színre, viszont ami nem annyira tetszik, az a cipzárnak a színe. Kicsi. A koncepció azt tetszik. Meg a színe is, végül is. Mert nem is emlékszem, hogy melyik volt. Ja, igen. Jó. Megint két fürdőruha közül lehetett választani. Itt hatalmas volt a különbség. Direkt egy ilyet is beszerettem volna tenni. Az egyik ugye egy ilyen extra kis piros felsejű színes bikini, a másik pedig egy szép zöld színű, kicsit olyan cuki bikini volt, és na, nagyon szoros volt itt is, úgy emlékszem. És azt hittem, hogy a felső fog győzni, de végül nem, az alsó győzött. Nagyon tetszett egyébként a képem, és itt is van előttem. Jaj, de jó az anyaga. Ennél is egy kicsit félek, hogy kicsi ez a része. Egyébként nagyon szép élőben a színe, nem tudom kamerán mennyire adja vissza. Ilyen a felső része, ami kérdéses, hogy jó lesz. Ez meg milyen nagy? Jó, hát ez azért ilyen nagy, gondolom én, mert így fel lehet húzni magasra. És ilyen bikini még soha nem volt. Én azt is felhúzom így magasra, ami nem is olyan eredetileg. Örülök, hogy most van egy ilyen, ami direkt így van kialakítva. Egyébként anyagra nagyon-nagyon tetszik, és ja nem, írtam, azt hittem, hogy itt átlátszó a virág, de nem. Kamerán kívül felpróbálom, és visszatérek. Azt kell mondjam, hogy eddig mindennel nagyon elégedett voltam, tehát nagyon sok olyan sín volt, néztem már, ahol 60%-a nem volt jó azoknak, vagy 50%-a nem volt jó azoknak, amiket rendelt az illető, tehát általában egy ilyen fele-fele, tehát vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz, viszont itt eddig minden nagyon-nagyon jó, vagy egy-két dolog olyan, ami nem olyan, mint amire számítottam a képen, de egyébként nagyon jó. A következő. Itt már nem tudom, melyik jött sorba, de beleraktam kiskanál szettet is. Volt egy szívecskés, és alatt pedig ilyen virágos kiskanál. Én nagyon-nagyon szeretem ezeket a különleges kanalakat, főleg fa kanalakat szoktam használni, fotózásoknál is jól tud mutatni, meg nem tudom, hogy fel tudja dobni, hogyha eszek egy zapkását, vagy joghurtot, bármi ilyet. Na, ennél is megcserélődött a helyzet, először nagyon sokan a szívecskésre szavaztatok, de aztán a virágos mintás lett. Itt tényleg én se tudtam dönteni, úgyhogy igazából ti választottatok ki nekem. Itt is, hogy melyiket rendeljem meg, itt mindkettőnek örültem volna. Ez nagyon alaposan be van csomagolva, külön van becsomagolva? Ó, négy kiskanál van, ilyen aranyos, bronzos színe van, kihalászom innen, fú, nagyon-nagyon tetszik így ránézésre, az egyik egy rózsa, a másik meg mondjuk egy margarita, arra hasonlít, nem olyan könnyű, nem lehet így elhajlít, talán 700 forintba került. Olcsó volt, ahhoz képest, hogy milyen jó gyűrű következnek. Cocás gyűrű és egy békucis gyűrű. Végül a cocásat szavaztátok meg, mert itt van.
Itt igazából biztos voltam benne, hogy a malackát sem fogtok szaladni, mert ez a malac, ez olyan, hogy megláttam, és így kell nekem. Egyébként annyira cuki, picike, és mégis tök jól ki van dolgozva, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik. Ezt is közelebbről majd meg fogom mutatni nektek, jó, erre az ujjamra nagy. Ez marad is itt a kezemen. A következő az egy gyűrűszet volt, méghozzá kettő gyűrűszet közül szavaztatok, és nagyon sokáig az alsó vezetett, és azt hittem, hogy az fog győzni, és annak egy picit jobban örültem volna, megmondom őszintén, mert az az teljesen az én színvilágom barna és arany volt, azt hiszem. Igen, a másik pedig egy ilyen színes, bár az is szép, tehát egy színes gyűrűszet, és végül megnéztem, és a felső a színes győzött. Itt van, ez is arany, viszont vannak benne színes virágok, meg piros cseresznyés, Gyors kibontom, hogy ne itt a kamerába csörögjek. Hú, de jó, ez a csillagos, szóval van közte. Csillagos, ez nagyon tetszik, ez a virágos, meg amin van egy ilyen kis gémkapocs-szerű, egy cseresznyés, van itt, ez rózsa, hát ez gyönyörű szép, hát ez illik is hozzám. Na, megtaláltam az utolsó versenyzőt, itt kettő biciklis nadrág közül tudtatok választani, volt egy leopárd mintás talán, vagy valami ilyesmi, és egy fekete, egy felirattal a hátsóján. Itt egyébként tudtam, hogy a fekete lesz, és sejtettem, hogy a feketére fogtok többen szavazni, és végül az is lett, nézzük. Én múltkor már rendeltem egy biciklis nadrágot az About You-ról, és nem lett jó, ezért akartam volna még egy ilyen biciklis nadrágot. Én nagyon-nagyon jó az anyaga, ez is ilyen fürdőruhára hasonlító anyag. Ez nem is biciklis nadrág, futó nadrág, hát igazából tök mindegy. Valószínűleg biciklizni és futni is fogok benne, így néz ki, és ilyen a hátoldalán ez a felirat. Írtóra hosszított a derék része, úgyhogy ez nagyon tetszik. A lényeg az, hogy itt is stretches legyen, és ne szorítsa el a combomat, mert ezt nagyon nem szeretem. Ennyi lett volna, ennyi dolgot rendeltetek ti, és köszönöm szépen, hogy ti is részt vettetek ebbe a videóba. Hogyha szeretnétek még ilyet, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot. Kövessetek be Instagramon, mert ott fogom majd sztoriba kitenni ezeket a válasz lehetőségeket. Írjátok meg, hogy ti mire szavaztatok, és mi az, amit ti szavaztatok meg, amire ti szavaztatok, és végül azt rendeltem meg. Szerintem ez így tök izgalmas volt. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, legyen további szép napotok, és találkozunk egy következő videóba. Sziasztok!